Ez a kép tavaly októberben készült, az első egyszülős családi napon. Itt 60-an voltunk jelen. Golovics Mónika, a Kecskeméti Egyedülálló Szülők Klubjának alapítója és vezetője emlékeket idéz fel a tavaly alakult közösség nem túl hosszú, ám annál tartalmasabb múltjából. Ilyen közös személyes élményekre most nincs lehetőségük az egyszülős családoknak, pedig nagy szükség lenne a közösségi tapasztalatokra. A járvány elszigetel egymástól, miközben a terhek megnövekedtek. A klub vezető szeretné, ha a szülők éreznék, hogy nincsenek egyedül. A Kecskeméti Egyedülálló Szülők Klubja nagyon sok segítséget próbál nyújtani ebben a helyzetben is a hozzánk fordulóknak. Leginkább az a probléma, hogy a szülők nagy részének el kellett döntenie, hogy otthon marad a gyermekével, vagy pedig dolgozik. És ha otthon marad a gyermekével, akkor a jövedelmük az nagyon alacsony. Így a megélhetésük és a fenntartásuk az teljesen borul, veszélybe kerül. Általában akik kérnek segítséget, azok az óvodás és kisiskolás korú gyermeket nevelő szülők. Ők azok, akik a gyerekfelügyelet mellett, hogy otthon van, otthon kell tanulni a gyermekkel, vagy kellett tanulni. Ezáltal még a jó szerencsés esetben otthon tudnak dolgozni, vagy pedig még ezen kívül még van a háztartás, amit el kell látniuk. A legnagyobb igény az ételre volt szükség, hogy főtt ételt tudjanak valahonnan igényelni, kicsit kedvezményes áron, amit ők is meg tudnak fizetni. Mennyire mernek egyébként segítséget kérni ezek a szülők? Nagyon sok szülő először megpróbálja egyedül megoldani. Ő azt gondolja, hogy mindent kibír, de van az a pont, amikor már nem bírja. És utána megteszi azt a lépést, hogy felénk fordul, és jogi tanácsadással is, és nagyon sok olyan lelki beszélgetéssel is tudjuk őket segíteni, amivel egy kicsit könnyebbé válik a helyzetük. Golovics Mónika elmondta, hogy már szinte egyből ráérez, hogy milyen szakember vagy egyéb jellegű segítség lenne ideális a hozzáfordulóknak. Ám a hatékony segítségnyújtásnak sokszor az az akadálya, hogy a szülők nem kérnek támogatást, mert úgy gondolják, van akinek sokkal rosszabb a helyzete. A saját problémáik nem is olyan vészesek. Én azt tudom javasolni azoknak a szülőknek, akik egyedül próbálják megoldani a mindennapjaikat, hogy merjenek segítséget kérni, mert annyi tapasztalat van itt a szülők között, amivel nem egyedül kell, érezze azt, hogy nincs egyedül. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megadni, hogy ezt a helyzetet megkönnyítsük neki, és legalább azzal, hogy nincs egyedül, és csak annyi, hogy egy beszélgetés alkalmával, hogy mire van szüksége. Mert nagyon nehéz ezt is megfogalmazni, hogy valójában nagyon rosszul érzem magam a bőrömben, és ez kihat a gyermekemre is, de nem tudom, nem minden esetben tudom megfogalmazni azt, hogy valójában mire van szükségem. Ez nem minden esetben fizikai dolog, hanem csak egy törődés. Csak annyi, hogy rámosolygok szeretettel arra a másikra, hogy igen, van élet a válás, vagy az egyedül lét után. Én 12 éve váltam el, és a két gyermekemet nevelem egyedül. Most már ők mind a ketten kamaszok, de én is végigmentem ugyanezen a folyamaton, mint azok a szülők, akik felénk fordulnak. Személyes tapasztalatból tudom, hogy nagyon nehéz elfogadni azt a segítséget, amit én úgy gondolok, hogy meg tudom csinálni, és ha segítséget kapok, akkor az egy bizonyos alázattal is jár. És ez nagyon nehéz volt megtanulni, hogy az a másik, aki segíteni szeretne nekem, az nem azért szeretne segíteni, mert hogy ő felsőbbrendű, hanem mert tudja tapasztalatból, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül. És ezt szeretném megkönnyíteni, hogy ne ugyanazon menjen, hanem könnyebb legyen annak a másiknak már.
Golovics Mónika a jövőbeli terveikről is beszélt. Terveink között van, hogy az egyszülős központ segítségével és a helyi civil szervezetekkel összefogunk, és karácsonyra igyekszünk a tőlünk segítséget kérőket a karácsonyhoz egy kicsit méltóbban hozzájárulni. Ehhez az egyszülős központ élelmiszergyűjtést is szervez, és ő rajtuk keresztül is lehet ezt igénybe venni, de a kecskeméti civil szervezetek közül most a Keresztény Családok Egyesülete, akikkel közösen gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a családokat segíteni. Önkéntesekre van-e szükségetek, lehet-e jelentkezni bármilyen önkéntes munkára? Önkéntesekre leginkább most a tanárok, a korepetálásra volt leginkább igény. Kecskeméten a felvételi előkészítőre kértek tőlünk segítséget, vagy az érettségire felkészítésre, de alsó tagozatos szülők gyerekeinek is szükségük lenne akár nyelvi segítségre, de matematika, bármilyen segítséget a szülők szívesen vesznek. És milyen módon lehet jelentkezni, hogyha valaki ehhez kedvet érez? Az Egyedülálló Szülők Klubja Kecskemétnek van egy Facebook oldala, ott 195 taggal vagyunk, de ott az elérhetőségek, e-mail elérhetőség, telefonos elérhetőségem is ott van, és azokon lehet bátran jelentkezni felénk. A klubvezető azt is kiemelte, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum által felajánlott könyvekből még mindig van lehetőség igényelni az egyszülős kártyán keresztül.